Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a hallgatóságot. Én dr. Radácsi Andrea vagyok, a Pécsi Tudományegyetem Fogászati és Szájsebészeti Klinikájának gyermekfogászati osztályán dolgozom szakorvosként, és ezen túl menne a PhD kutatási témám is a korai gyermekkori fogszubasodás epidemiológiai tényezői, illetve ellátása, ellátásának nehézségei. Erről szeretném most ezt az előadást önöknek megtartani. Az előadásomban elsőként a szájegészség fogalmáról beszélnék, majd ezt követően az országhatáron túl kitekintenénk a környező országok, illetve a világ érintettségére gyermekkori fogszúvasodás szempontjából, majd beszélnénk magáról a gyermekkori fogszúvasodásról, illetve a megelőzésének lehetőségeiről, egy prevenciós szemléletmódról, egy prevenciós tervről, amelyen ennek a betegségnek a visszaszorítását céloznánk meg, de ha a betegség már kialakult, akkor természetesen ezeket a pácienseket kezelnünk kell, az ellátás nehézségeiről szeretnőkkal való ellátásra. És a tanácsadás az kell, hogy az egészségügy berkein belül is megtörténjen, tehát a védőnőket, az egészségügyi ellátókat és a fogorvosokat egyaránt arra kell sarkalni, hogy legyenek tisztában a tanácsadás fontosságával, azzal, hogy milyen információkat kell átadni a tanácsadás során, és a szülőknek a tanácsadása az több médiumon keresztül, több résztvevő bevonásával, többszöri alkalommal történjen, hogy valóban effektív legyen. Szintén saját vizsgálatunk részleteit szeretném felvázolni. Ahogy említettem, a várandós kismamák csak 49%-a kapott a várandósága során a gyermekei saját szájegészségével kapcsolatos információt. Kicsit több mint 45%-ban ezek az információk a szájhigiénés instrukciókról szóltak. Csak 10%-ban kaptak szájhigiénés és táplálkozási tanácsokat is a kismamák, csak 3,5%-ban emelte ki a fogorvos a tanácsadás során, hogy mennyire fontos a rendszeres szűrővizsgálaton való részvétel, és a megkérdezettek 43%-a nem töltötte ki ezt a válaszrészt, amiből arra következtethetünk, hogy az egyszeri információ átadás nem elégséges ahhoz, hogy a szülőket valós ismeretekkel lássuk el, hogy fenntartsuk a szülők motivációját. Ezek a szülők valószínűleg elfelejtették azt, hogy pontosan mi hangzott el a tanácsadás kapcsán. Szintén kutatásunk része, összehasonlítottuk a tájékoztatott, tehát a tanácsadáson részt vett szülők gyermekeinek a fogait, a fogszúvasodás jelenlétét, a tájékoztatásban nem részesült szülők gyermekeinek szájegészségével is. Bizony azt találtuk, hogy nem volt különbség a szúvasfogak számának tekintetében, tehát a tájékoztatott